Hát baromi lassan, de végül eljutottam a Titans második évadának a végére, és véleményem az lesz rendesen. Lehet, hogy nem fogtok neki örülni, de ti akartátok. Mint mindig a videó eleje a spoilermentes rész lesz, és így nagyjából elmondom, miket gondolok az évadról, és majd jelzem, ha olyan részhez érünk, ahol részletekbe menően beszélnék. Azt megszögezzük le, hogy aki nem látta az első évadot, az meg bele se kezdjen a videóba. Na hát, hol is kezdjük? Tudjátok, hogy nekem az első évad nagyon bejött, leszámítva a lezárást. Ugye itt volt olyan gond, hogy a fő bonyodalmat nem zárták le, hanem halogatták a következő évad elejéig, és onnan indították el a második történetet. Na hát, mi ezzel a baj? Azt leszámítva, hogy a két évad között rengeteg idő telt el, és már elfelejtettem, mi is volt a baj, a történet lezárása nagyon hamar történt. Megjelenik a gonosz, elintézi egy darab ember, mintha nem is lett volna igazi fenyegetés, majd haladnak tovább. Így nem lehet főgonoszt elintézni. Azért főgonosz, mert nehéz elintézni. Ezt meg levarázsolták az életből, és így vége. 2 percig se tartott. És akkor folytassuk onnan a történetet. Megjelenik egy másik ikonikus ellenfele a titánoknak, Deathstroke, aki miatt adnék a castingosnak egy puszit, és a titánok, akik újra összejöttek, ismét felveszik vele a harcot, hiszen már régebben meggyűlt vele a bajuk. Teljesen jó, ám valahogy mégse. Nem éreztem azt, hogy igazi veszélyforrás lenne. Egyszer kiszedett valakit messziről, néha kardozik, de mintha sosem mutatták meg volna, hogy mire képes igazán. Mintha a nagy leleplezést a vége harcra tartogatták volna, de ez egy másik téma. Egyszerűen ez a sorozat nem ért a karakteres főgonoszok felépítéséhez. Trigon csak egy sose látott gonosz volt, aki 2 percig tartott, de Deathstroke-kal kellett volna valamit kezdeni. Csak így volt, meg néha öltönyben volt, meg néha nem, meg voltak gyerekei, akik több kidolgozást kaptak, mégse volt semmi értelmük. Szóval, nálam a főgonoszból kétszer is előtte magát ez a sorozat. Na de beszéljünk a hősökről, mert volt egy pár. Valahogy úgy éreztem, hogy túl sokan voltak. Rengeteg karaktert hoztak be és tartottak meg, amivel nem lett volna baj, ha nem akartak volna mindenkinek egyesével egy saját mély és komplex háttértörténetet. Annyi fele kellett figyelni, annyi mindenkinek törött össze a pici lelke, hogy már nem érdekelt. A szappanopera jelleget végigvitte a sorozat, és azokat az elemeket, amiket megbírtam az első évadban, az akciót, a jó ruhákat és az érdekes történetet, azt így mind kidobták a francba. Nézd, ahogyan ezek szakítanak, aztán meg nem, nézd, ahogy összejönnek, aztán meg nem, nézd, ahogyan ez szereti az apját, aztán meg nem, stb. 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 Az évad végére rosszabb lett ilyen téren, mint a Flash. És most megértem, hogy valaki szereti a sorozatok ezen aspektusát, de itt ezzel az a baj, hogy nem így indult el az első évad. És én, aki jobban szereti, ha a szuperhősök azt csinálják, ami a dolguk, nem szeretem ezt a fajta történetvezetést. Na de egyáltalán volt-e itt történet? Az egész évad olyan, mint egy filler, semmi értelme nem volt egyik történetszálnak se. Nézzük csak vissza az első évadra. Elindult, volt bonyodalom, találkoztak a karakterek, és a végére már egy csapat voltak. A második évadnak a csapat összekovácsolódásáról kellett volna szólnia, hogyan tudnak csapatként működni és hogyan szereznek hősként hírnevet, hogyan szerettetik meg magukat. Erre már az évad elején mindenki lelép, mert Dick megint nem tudja, ki ő valójában, amikor az első évad arról szólt, hogy megtalálja magát, ami már fájdalmasan hatott. Mindenki a kis saját ügyével bajlódik, amiből hát sok van és nehéz őket követni. Nem volt ennek az évadnak eleje, vége és úgy egészben egy érdekes története. Superboy volt talán az egyetlen érdekes aspektusa az egésznek, és az ő gondjaival kellett volna foglalkozni a már összeszokott csapatnak, de annyira háttérbe szorult, hogy mintha ott se lett volna, mégis a forgatókönyv azt mondja nekik, hogy ők egy család, meg mi a fene, csak hogy ezt nem érzem át. Nem verbuválhatsz úgy csapatot, hogy azt mondod róluk, hogy ők egy csapat. Valami összekötő erőnek is jelen kéne lennie, ami nincs. Ellen példaként felhoznám a bosszúállókat. Ott is valaki azt mondja nekik, hogy ők akkor egy csapat, és ott nem volt az első pillanattól az, hogy akkor család vagyunk, szeretjük egymást és drámázunk, hanem mint felnőtt dolgozó emberek megpróbáltak együtt élni a helyzettel, és az ellentéteiket félrerakván elvégezni a rájuk szánt feladatot. Itt nem volt feladat, magukon kívül senkit sem kellett megmenteni, nem hősködtek, hanem megpróbáltak túlélni, úgyhogy közben random gyerekeket Dick, mint egy jóságos öregapó befogadott. Senkinek a döntése nem volt megalapozott vagy értető, bárki bármit tett, az olyan égből kapott baromságnak tűnt, amilyen valójában volt. És ezeken nem segít a középszerű színészi játék, a szarul castingolt Bruce Wayne és az olcsó ótvar CGI. Na innen akkor spoilerkedjünk. Ha ez még nem lett volna elég, akkor az utolsó rész ezt a középszerű retket még lejjebb húzza 2 dologgal. 1. Deathstroke halála. Egy életen át kiképzett szupergyilkos megagiga ultra katonát egy kislány, akit 3 hónapig se tanított, hátba szúrja. És 10 másodpercig se haldoklik. Csak így hup le és vége. Már nem is vagyok hajlandó elmondani, hogy mi ezzel a baj. Aztán a másik. Donatroy. Mi értelme volt kiírni? Mi értelme volt így kiírni? Mi a tököm az, hogy egy kis áramütéstől egy Amazon kisül?
És mégis mi az Istenért nem Superboy ugrott az alá a cucc alá. Ott az emberek is megláthatták volna, hogy jó az a gyerek, nem is halt volna bele, és még a csapatnak is egy jó visszaigazolás. De nem, ugorjon alá az Amazon, és haljon bele megint csak kb. 2 másodperc alatt, senki ne ordítson, sírjon mellette, csak így essünk túl rajta, koporsó repülő, amivel kiírnak még valakit, és vége a résznek, és az évadnak. Én még sorozat után nem éreztem úgy magam, hogy drága időt vett volna el az életemből. Annyira felhúzott, hogy már a technikai bakikkal, amik végigkísérik az egész sorozatot, nem is foglalkoztam. Az első évadban jó színészek, mintha visszafogták volna magukat, akiket bekasztingoltak, nem álltak magasabb szinten. Bruce Wayne-ről meg előbb elhiszem, hogy Alfred nincsen, hogy Bruce Wayne. Meg akkor még tegyük hozzá azt, hogy én az első évadban imádtam a ruhákat. De most ugye elkészült a Nightwing ruha, és ennek a palinak nincsenek vállai, vagy mi az Isten? Hát így állunk egy erős indítással kezdő sorozat pocsék folytatása. Nem mondom azt, hogy baj, ha tetszik valakinek, értem én, hogy ez valakinek bejöhet, és ha szereted, nézed is, de nálam előtte magát. Az utóbbi időben rengeteg olyan sorozatot kaptunk, ami miatt már szelektálok és szúrósabb szemmel figyelek arra, amit nézek, és ezzel a Titans kiíródott a listámról, sok más sorozat mellett is. Az a gond, hogy ebből a szuperhősös témából nem készült olyan igazán átütő mindennél jobb sorozat, de ha egyszer lesz, azt biztos sose hagyom abba. Nos, hát köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az őrjöngésemet, ha tetszett, lájkoljátok, ha nem, akkor írjátok meg nyugodtan, hogy mivel nem értetek velem egyet, és legközelebb találkozunk. Hé, hey, szeretnél menő ruhákat? Van mindenféle, képregény rajongóknak van pókemberes, végjátékos, Deadpoolos, Arrowverse-es, Batman-es és még Star Wars-os is. De ha te esetleg az animékért vagy inkább oda, neked is van valamink a számodra. Ez az Istenek nyelve! A leírásban található második linken ugyanis animés ruhákat is találhattok. Van ott Jojo-s, Naruto-s, One Punch Man-es, Boku no Hero Akadémiás és még sok másféle animés ruhadarab. Szóval, ha valamelyik megtetszett, ne habozz, kattints a leírásban található linkekre.